Ugye óra átállítás volt, és általában minden napja 4-5-kor végzek. Anyám hívni fog, hogy merre jársz, fiam, sötét van. Hát merre járnék, anyám? Hát tudom, hogy sötét van, de akkor engednek ki az iskolából. Sötétbe megyek reggel, és sötétbe jövök haza. Nem ám, még csak most kezdődött. Tudtam, hogy meg kellett volna csinálni a leckét, de hát nem értem rá, most meg reggelig csinálhatom. Hopp, hoppá, hoppá, ez nem téves riasztás lesz, hoppá, hoppá, olyan hasmenésem van, mint az állat. Még egy hétig itthon leszek. Mit panaszkodnak ezek, határon túl nem is volt szünet. Nem hiszem el, még nem vettem meg a téli kabátomat, mert szünet előtt még 20 fok volt. Hónap hajnali 4-kor már mínusz 80 fok lesz. De én nem is megyek be, hát kinek van kedve fél óráig fagyosgodni a busz megállóba. Ráadásul tele lesz a busz, nem lehet leülni. Hogy tud ilyen gyorsan eltelni egy hét? Becsuktam a szemem vasárnap, és már itt van. Itt van egy hét múlva vasárnap. Ki találta ezt ki? Szünetben végig 39 fokos lábam volt, folyt a taknyom nyálom, most meg vakk egészséges vagyok, hát örömömben már ma este bemegyek iskolába, olyan jó vagyok. Hát nem hiszem, mert miért nem tudott egy hetet várni a betegség? Na. Már most föl kéne öltöznöm, hogy reggel ne fagyjak meg. Megint kertek, 3 óra 23 perc, kó. Mennyi szülőigazolásom is van? Ja? Nulla! Legyen már téli szünet! Megkérdeztem a Pétert, hogy hónap milyen órái lesznek, azt mondta Messengeren, hogy igazolatlanok. Hát ki ez az ember, mondom. Megnéztem, hogy milyen óráink lesznek holnap, ugye azt gondoltam, hogy könnyű órák lesznek, mert ugye vissza kell rázódni egy szünet után. Igen, 8 matek egymás után, és mínusz 4. órába kezdünk. Ugye óra átállítás volt, és általában minden napja 4-5-kor végzek. Anyám hívni fog, hogy merre jársz, fiam, sötét van. Hát merre járnék, anyám? Hát tudom, hogy sötét van, de akkor engednek ki az iskolából. Sötétbe megyek reggel, és sötétbe jövök haza. És akkor még egy óra a busz, itthon vagyok este 6-kor, tanuljak este 10 óra, reggel mínusz 80. óra. Akkor sem megyek be, most mindenkivel kitolok, de legfőképpen magammal. Most posztolt vasárnap délután az osztályfőnök az osztálycsoportba, hogy készüljetek gyerekek, mert hónap 3 témazáró dolgozat. Hát hol lehet kiiratkozni, komolyan mondtam. Átaludtam a szünetet, hát hihetetlen. Olyan nyugodt voltam egész héten, de holnap visszamegyek ezekhez a vadállat osztálytársakhoz. Ki fogok készülni? Nem elég, hogy készülni kell az órákra, meg tanulni. Hát szünetben nem lehet tanulni, mert visít az egyik, a másik meg sminkeli magát, és akkor a másik meg szídja, hogy mély sminkeli magát. Jó, mi ezek ilyen apróságok, úgyhogy nem teszik tönkre az idegrendszeremet, semmi baj. Hú, de fáj a fogam. Szerintem első 3 órában megnézetem hónap. Remélem tetszett nektek ez a kis videó, bár tudom, mert mindig rengeteg like érkezik a sulis videókra. Köszönöm szépen, nem szeretném abba hagyni őket, úgyhogy nagyon jól esnek a visszajelzések. És bízom benne, hogy mindenkinek nagyon jól telt a szünet, nem sokára téli szünet. És gondoljunk a határon túli társainkra, mert kommentbe írták a múltkori videóhoz, hogy nekik nincs szünet, vagyis nem volt szünet, úgyhogy kitartást kívánunk neki. És aki támogatni szeretné a munkásságomat, menjen rá a csatlakozás gombra. Hálás köszönet nektek, jövünk a folytatással. Sziasztok!